Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, mai sajtótájékoztatónkon legyen vége a magyar autós társadalom és a családok sarcolásának. A bevezetendő 24 órás pályamatrica ára legyen maximum 1000 forint, ne legyen indokolatlan lehúzás az, amit a kormány valamifajta kötelező külső erőnek próbál beállítani. Néhány éve már kezdeményeztük, hogy ne csak 10 napos autópályamatrica legyen, mert ha valaki családtagot egészségügyi intézménybe szállít, vagy munkaügyben egy állásinterjúra egyszer vesz igénybe az autópályát és vissza, ne fizettessenek ki vele igénybe nem vett szolgáltatást, ne kelljen 10 napot kifizetni. Ezt követően született meg az európai döntés, amely kötelezővé tette a 24 órás pályamatrica bevezetését, de nem így, és nem ilyen áron, mint ahogy a kormány csinálta. A kormány lényegében kimaxolta az autósok sarcolásának lehetőségét, és egy olyan árat határozott meg, amely abban a dimenzióban mozog, mint az eddigi 10 napos pályamatrica. Látható tehát, hogy ahelyett, hogy értelmesen kimélnék a magyar családokat, egy indokolatlan extra sarc keletkezik, ezért arra szólítjuk fel a kormány, hogy szüntesse meg ezt az indokolatlan sarcot még a bevezetése előtt, és egy normális, maximum 1000 forintos családbarát áron tegye lehetővé a magyar polgárok számára, hogy aki csak egyszer vesz igénybe az autópályát, ne fizessen extra felárat ezért. Az elmúlt években amúgy is irritáló az az autós ellenes hangulat, amely kezdett kialakulni az országban. A fővárosban is tetten érhettük mindezt, pedig a mai családos létnek egy alappillére lehet az, hogy valaki a gyermekét oktatási intézménybe, foglalkozásra vagy egészségügyi intézménybe szállítja, rendszeresen, akár napi szinten. Ne legyenek valamifajta fekete ponttal ellátva ezek a magyar családok, ne sarcolják őket indokolatlanul, és ne különböztessék meg őket ilyen módon. Éppen ezért szólítjuk fel a kormányt arra, hogyha családbarátnak mondja magát, és ezt komolyan gondolja, akkor ezt az kicsi, de mégis szimbolikus terhelést ne vesse ki a magyar családokra, legyen maximum 1000 forint a 24 órás pályamatrica, és azt kívánjuk természetesen, hogy minden jobbikos felvetés valósuljon meg hasonló módon, de ha megvalósítják, legyen teljes körű a megvalósítás. Nagyon köszönöm a figyelmet!